Kampányzáró fórumot hívott össze a Független Kisgazdapárt dunaújvárosi jelöltje. Mint mondta, végig kell gondolni, ki hogyan szavaz április 6-án, mert ez meghatározza a jövőt. A párt programjának ismertetésekor kiemelte, kormányra jutásuk esetén a földtörvényt azonnal revizionálják, a földvételi moratórium idejét pedig 10-15 évvel kitolják. A Kisgazdapárt programjába tartozik a forgalmi adó csökkentése is. Amikor 1000 forinttal bemegyünk a boltba, próbálunk élelmiszereket vásárolni, felvágottat, üdítőt, zöld borsót, főzeléknek. 1000 forinttal fizetünk, és mit viszünk haza? Az ember végig gondolja, hogy körülbelül 30%-ért adót vett. Dedecsik Ferenc elmondta, kormányra jutásuk esetén a Magyarországon előállított élelmiszer adóját 5%-ra csökkentenék, versenyelőnyt létrehozva a hazai termelők számára. 20%-kal olcsóbban tudjuk a magyar élelmiszert adni az importtársainál. Erre biztos Brüsszel prüsszögni fog, hát tegyünk bele egy olyan féket, mint amit csináltak a bolgárok, hogy mondjuk azt, hogy a csomagolatlan élelmiszer áfáját visszük le 5%-ra, az összes többit 27%-on hagyjuk, itt akkor a verseny kiegyenlítődik, ha valaki előre csomagolt élelmiszert hoz forgalomba, fizesse meg a 27% adót. A Független Kisgazdapárt szeretné javítani a mezőgazdaság helyzetén. Derecsik Ferenc elmondta, míg nyugaton több ezer eurót fektetnek abba, hogy javítsák a föld termőképességét, addig Magyarországon minden megterem. Végül a devizahitelesek helyzetét is említette az FKGP jelöltje. Elmondta, egyre többen tartoznak, a forint árfolyama az euróhoz képest egyre magasabb. Ennek megoldásaként a kereskedelmi bankoknak igazolást kellene benyújtani a hitelkihelyezés előtti devizaállományukról.